Ezek a felvételek a múlt héten készültek, akkor marták fel az útburkolatot. Mostanra azonban már az aszfaltozást is elvégezték a szakemberek. Viszügyel István szinte naponta autózik ezen a környéken. Azt mondja, igazán ráfért erre a szakaszra a felújítás. Hát minden nap erre közlekedek, és jónak találom most így. Csak hát ez a tábla van itt rossz helyen egyelőre. Sárosi József is elégedett az új útburkolattal. Azt mondja, már csak az hiányzik, hogy a táblákat is elvigyék az útról. Most csodálatos, előtte borzalmas. Úgyhogy én minden nap erre közlekedek, úgyhogy most csodálatos. Most már nagyon jó lesz, hogyha felfestik a jeleket, és akkor kész minden. Néhány nap múlva a forgalomkorlátozás is megszűnik a Mésző Géza utcában. Erre már ma is sor kerülhetett volna, de az időjárás közbeszólt, így a szakemberek nem tudták felfesteni az útburkolati jeleket. A Városgondnokság útépítési műszaki ellenőre szerint azonban erre sem kell sokat várniuk a székesfehérváriaknak. A nedves burkolatra nem lehet a jeleket visszafesteni, úgyhogy valószínűleg a burkolat jel nélküli állapotban a hétvégén lehet már használni a Mésző Géza utcát, de a festés miatt még előfordulnak majd kisebb forgalomkorlátozások. A felújított Mésző Géza utca műszaki átadása július 7-én lesz, de az ígéretek szerint az autósok ennél korábban már a jövő hét elején birtokba vehetik a korszerűsített útszakaszt.